Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Egy bátorkát láthattok, illetve a mai hírmondó adásunkat, amelyben végre valahára ismételten elővehettem a villamos projektet. Úgy látom, eddig vehettem elő bátorkát viszont. Nem ugrott az asztalról. Na és akkor a mai adásunkban, mint láthatjátok, a villamos projektet vettem elő, mert hogy már hetek óta így jeleztem nektek, hogy nagyon fontos erőlelépések történtek a projekt tekintetében. Csak kell egy kis energia ahhoz, hogy el tudjam mondani nektek a projektnek az újdonságait. Na, ugye ott fejeztük be a villamos projektünket, hogy elkészültek az ICE villamosoknak a legtöbb esetében az Zoom 2-es nézet, és ugye mondtam nektek, hogy a Zoom 4-es nézet elkészült a legtöbb ICE villamosoknak, és ott tartunk, hogy ugye szükségem lenne tesztelőkre, akik így a teljes villamos csomagomat letesztelnék, és ezeket a javítani valókat, azokat meg is csinálják. Nyilván azzal, hogy ugye majd betesszük a végére az ő nevüket is a projektbe, tehát nem csak az én nevem, hanem az ő nevük is benne lenne a projektben. Egyelőre még nem jelentkezett senki, de nagyon-nagyon várom azt, hogy jelentkezzenek, mert igazából az ICE villamosok azok már ott tartanak, hogy már csak ezt a párat kell megcsinálnom itt Zoom 2-ben, meg Zoom 4-ben, és hogyha ez megvan, akkor innentől kezdve már tesztelésre vár, illetve a tesztelőre vár a dolog. Viszont amivel foglalkozni szeretnék, az a Tátra villamosok része, mert hogy bizony-bizony eljött az, mert hogy ugye a szituáció az lett, hogy elkészültem az ötleteim, illetve ugye az történt a Tátra villamosok esetében, hogy ott egy kisebb kivitelezési hiba történt részemről, és emiatt ugye amiket itt láthattok Tátra villamosok, ezek nagyjából egyébként egész jók, azt kell mondanom, egy-két kivétel van mindösszesen, ahol vannak problémák. Tehát igazából ezekkel nincsen probléma. Ott van gond, hogy akik nem használtak még Tátra villamosokat, és mondjuk nem annyira magyarban, nem annyira vannak magyarban otthon, azoknál probléma lehet, hogy hogyan rakják össze a T5-C5 villamosokat. Éppen ezért, tehát egy kicsit a logikai része lett egy kicsikét rossz, vagy a kivitelezésben lett egy kicsikét rossz, és ezért ezt a Tátra villamos csomagot, amit itt láthattok, ezt úgynevezett proto verzióvá minősítettem. És elkezdtem átgondolgatni, hogy hogyan lehet hibamentessé csinálni itt a T5-C5 villamosoknak az esetét. Ugye itt arról van szó, csak hogy értsétek a szituációt. Vegyük alapul, csak budapesti viszonylatban tudok gondolkodni, ne haragudjatok, annak érdekében, hogy a minta, illetve hogy annak érdekében, hogy a példát, hogy értsétek a problémát. Remélem, tehát szükséges ahhoz, hogy egy kicsit a budapesti viszonylatban belássatok, de igyekszem azért úgy mondani a dolgokat. Legyen az egyik példám a 12-es villamos, ahol ugye két kocsis Tátra villamosok közlekednek, itt van egy két kocsis Tátra villamos budapesti festéssel, ő tehát a 12-es villamosnak egy nagyon jó példája. Na most a 12-es villamosok esetében, ugye úgy néz ki a Tátra villamosok felállása, hogy egy motorkocsi mellé tartozhat egy pótkocsi, vagy kettő motorkocsi mellé tartozik egy pótkocsi. Érdekességképpen megjegyzem, hogy mai napon láttam pont egy fotót a Facebookon keresztül, ahol kettő darab motorkocsi mellé beillesztettek kettő darab pótkocsit. Igaz, németországi vész megoldás volt, azt hiszem, mert lerobbant egy motorpót csomag, és akkor egy másik motorpóttal hátulról meglökték őt. Visszajött a bátor, de ez zárójelbe zár. Szóval a lényeg az, hogy az tört, szóval
Az a lényeg, hogy mindenképpen szükséges a motorkocsi mellé egy darab pót. Tehát mindenképpen szükséges egy motorkocsi, és mellé egy darab pótkocsi be kell rakni. Ha kettő darab pótkocsi van, akkor már egy második motorkocsi is szükségeltetik, ezért van az az egyes villamosnál az a megoldás, hogy két motorkocsi mellett van egy pótkocsi. Motorkocsi alatt értsétek azt, hogy azon a kocsikon az áramszedő föl van rakva. Így értsétek. Na, viszont a 12-es villamos, és általában ugye ezeket a motorkocsikat elő szokták rakni, viszont van erre a Tátra villamosoknál lehetőség, hogy az áramszedőkkel szoktak játszogatni, tehát vagy azt csinálják, hogy mindig az előlévő motorkocsinak az áramszedője van fönt, ergo a végállomásnál leteszik az előlévőnek a áramszedőjét, átmennek a másik kocsiba, és az addig hátul lévő kocsinak az áramszedőjét emelik föl, és azzal mennek vissza. Na most, a 12-es villamosnál ez egy kicsit más a szituáció, ott mindig a belváros felé vezető irányban lévő villamoskocsin van fönt az áramszedő. Tehát nem egyszer, és sőt, gyakorlatilag szinte mindig, amikor ott vagyok Újpest környékén, azt látom, hogy a kifelé, a Kossuth utca felé közlekedő 12-es villamosnak az első kocsiján az áramszedő lent van, miközben a hátsó van fönt. Tehát röviden és tömören az a szituáció van a Tátra villamosok esetében, hogy úgy is tudnak működni a villamosok, hogy nem az első kocsinak van fönt az áramszedője, és ezt a bámban meg kell csinálni. Éppen ezért a T5-C5 villamosokra épült fel külön egy csomag. Bátorkám, csak nagyon örülök annak, hogy ide feküdtél, mert hogy az a szituáció, hogy pont rá feküdtél a papíromra, a jegyzett papíromra, ami a súgást adja nekem. Szóval a lényeg az, hogy emiatt gyakorlatilag elég sok kocsit fel kellett építenem a T5-C5 típusból. Csak 4 abból készült, hogy ezt a problémát megoldhassa, amiről én most beszélek. Tehát itt meg kell oldanunk azt is, hogy legyen egy külön olyan Tátra villamosom, ami folyamatosan fönntartja az áramszedőt, hiszen az egyes villamosnál mindkét irányba, ha azt figyeljük, az első kocsi, meg az utolsó kocsi is áramszedő fenttel közlekedik. Bárhogy megy, áramszedő fönt. Kell egy olyan villamost is csinálnom, ahol mindig áramszedő lent van, mert hogy az egyes villamos, megint kiváló példa az egyes villamos, vagy a 14-es, ahol ugye 3 kocsis tátrák közlekednek, és a középső kocsi az mindig áramszedő lenttel megy, vagy vésztartalékként van fönt, amikor valamelyik áramszedő meghibásodik, és akkor ugye akkor megy be egyből a garázsba, és úgy, hogy a második áramszedő van fönt. Na, és van egy harmadik megoldás, ami pedig viszont azokra a villamosvonalakra vonatkozik, ahol két kocsis tátrák közlekednek, de minden esetben az első kocsinak kell fönt lenni az áramszedőnek. Csak 2 példa, 56-os villamos, 61-es villamos. Most hirtelen ez a 2 villamos ugrik be, 17-es villamos még ilyen példa, ahol szintén tátrák közlekednek, sőt már 19-esbe is tátrák mennek, és ott is azt hiszem úgy van már, hogy mindkét irányban az első kocsi kapja a felső vezeték föntöt, vagy az első kocsinak az áramszedőjét teszik föl. Tehát kell egy olyan megoldást is csinálnom, hogy odafelé irányban, amikor ő a motorkocsi, fönt legyen az áramszedő, amikor viszont pótkocsisként van, tehát hátrafelé menetbe megy, akkor viszont áramszedő lent legyen neki. Ezt ugye a bámban egy külön kocsi megépítésével tudjuk ezt megcsinálni, viszont itt van még egy probléma. Jelen pillanatban az a változat, amivel én dolgozom a kocsi építő, az UM1-es kocsi építő tekintetében, az egy olyan változat, amiben még nem voltunk képesek arra, tehát ez még egy régebbi verzió, és emiatt nem voltunk képesek, akkor még nem volt olyan funkció, hogy az oldalnézetben két irány legyen.
Tehát legyen egy elől, lehet, legyen egy motor, illetve egy előre menő nézet, meg egy hátra tolató nézet. Tehát nem volt ilyen nézete a villamosoknak. Éppen ezért az a kényszerhelyzet alakult ki, hogy Zoom 1-es nézetben ugyanazt a funkciót fogják ellátni azok a motorkocsik, amikről én ugye beszéltem, ez a normál elnevezést fogja majd egyébként kapni, mint hogyha áramszedő fent lenne. Viszont Zoom 2-tel Zoom 4-es nézetben várhatóan működni, sőt biztos vagyok benne, hogy működni fog az a verzió, hogy előre menetben áramszedő fönt, hátra menetben pedig áramszedő lent. Összességében viszont ugye azzal, hogy ugye így egy kicsit átrendezgettem a Tátra villamosoknak a szituációját, el kell mondanom nektek, nem kevés villamos fog majd születni itt a Tátra villamosok tekintetében, nem kevesebb, mint 28 darab villamos lesz egy festésre. Tehát egy festésre, és ebből ugye a T5C5 önmaga el fog foglalni egy darab ilyen csomagot, magyarul 10 darab készül a T5C5-ből. Lesznek egyirányú, kétirányúak, meg vezérlőmentesek is. Azért nem tudom most nektek ezt mutatni így, most látványilag, mert hogy ezek még a régebbi változat, és a tesztpályából készíteni fogok egy új verziót, és abban fognak már ezek az újak futni. Amit meg tudok nektek ebből mutatni egyébként, amiről most beszélek, az a már elkészült Zoom 1-es verziók. És viszont azt úgy tudom nektek megmutatni, hogy install, és akkor így, ezen keresztül tudom nektek megmutatni, hogy akkor tehát így néz ki. Tehát egy teljes konstrukció átszervezésről kell nektek beszélnem. Íme itt van, tehát a Zoom 1-es nézet így néz ki például a T5C5 pótnak. Összesen 3 csomagban fog megjelenni egy Tátra villamos. Lesz egy T5C5-ös verziónk, ahol ugye 10 darab villamost fogunk kapni. Ez gyakorlatilag, amit itt látok, azért 20, mert hogy majd mindjárt mondom. Lesz egy csuklós rész, oda fog bekerülni a KT8D, illetve a KT4-es villamosok is, illetve itt lesz egy kis turpisság is, és lesz egy harmadik verzió, amiből még egyelőre egy darab sem készült el, ez a fantasy verzió, ez pedig a saját ötleteim alapján fog majd készülni. Itt majd egyébként jelen pillanatban még 7 villamos van berakva, de lesznek még, lehet, hogy lesznek még ötleteim, amivel még meg lehet valósítani a dolgokat. És hozzá kell tennem, hogy ezek a villamosok mindegyike még a régi ráncos ajtós megoldással vannak tervben elkészítve, tehát mindegyik villamosnak kell csinálnom egy úgynevezett bolygó ajtótípusú változatot is, mert hogy ugye készültek olyan ajtótípusú Tátra villamosok is, tehát gyakorlatilag mindez, amit itt most mondok, megduplázódik, és ez csak egy festésre vonatkozik. Szóval nem kevés munka itt a Tátra villamosok feladata, viszont ha azt mondom, hogy ha az összes Tátrát megcsinálom, akkor gyakorlatilag a budapesti projektnek a nagy részén már túl is vagyok. Viszont, mint láthattátok, éles szemmel észrevettétek, hogy van még egy kis meglepetésem a számotokra. Nevezetesen az, hogy nem csak az történt, hogy elkészültek a mondjuk most már végleges Tátra villamosoknak az első Zoom 1-es változatai, hanem elkészült a második festés csomagja is a Tátra villamosoknak, és ez a legfontosabb és a legjobb, legnagyobb bejelentésem. Hogy miről beszélek egy nagyon rövid vonalakban, ugye arról van szó, hogy ugye, minden egyes villamos, illetve minden egyes villamost, igen jól fogalmazom, én úgy tervezem, hogy 10 darab festésben fogom kiadni egy-egy változat tekintetében. Ugye itt csak röviden összefoglalva, ide bekerült az Atak régi, az Atak új, ez a római közlekedési vállalat, aztán itt a BKV festése, a BKV régi festése, és egy BKV csontfehér festés is benne van. Akkor GVB amszterdami festés, a német társaság a Metronom,
ami vasúti társaság, de azért került be, mert nagyon szép festéssel rendelkezik, akkor itt van a Miskolci közlekedési vállalat, MKV, és két szegedi, az SKT-nek a régi, és az új, ez a régi, és ez a nap korábban 2000-es években használt verziós festés, tehát a modernebb festés. Viszont a második festés csomag itt látható a képernyőn, és ezeket szeretném most röviden, gyorsan bemutatni nektek, bár úgy látom, hogy pont a papíromban még a régebbi verzió, régebbi micsodát szedtem elő, úgyhogy megpróbálom gyorsan előkeresni. Itt van. Szóval akkor bemutatom nektek, hogy miből, hogy néz ki, milyen festések kerültek bele a második csomagba. Elsőként ide egy németországi társaság, ha jól emlékszem, ők a Darmstadti villamosoknak a festéseként néz ki. Az, bocsánat, csak így tudom nektek mutatni, mert még csak Zoom 1-es nézetei vannak. És ez úgy néz ki, hogy ugye itt egy narancssárga színezést kap, alul fehér, fölötte egy sötétkék festés, meg itt alul a kocsi szekrény alatt melletti rész is sötétkékes festést kap. A következő, amit most mutatok, az kérlek szépen, mindjárt mondom nektek, csak itt sorrendben van, illetve kitalálási sorrendben van, igen, ők a hongkongi autóbusztársaságnak, az egyik autóbusztársaságnak a festését vettem elő. Ez úgy néz ki, a citromsárga alap, azon van egy piros vonal fönt, és van egy kék vonal alul, és van egy céglogó, ami pirossal a kocsi szekrény fölé került elhelyezésre. Tehát megvan az első ázsiai festésünk is. Ázsiából érkezett festésünk is. Nagyon sok amerikai festést kapott ez a második festéscsomag, itt az egyik. Ez kérlek szépen a Long Beach-i közlekedési társaság. Ez New York mellett található a Long Beach. A New York, tehát a Long Beach-i közlekedési társaságnak a festés, ez úgy néz ki, hogy narancssárga alul, piros fölül, és a kettő között egy hullámos fehér vonal mozog, ami azt hiszem fölfelé menetben vékonyabb, viszont vastagabb, tehát egy kicsit térben is látható hullámzásról beszélünk. Ezt a Zoom 1-esben még nem fogom tudni megoldani, viszont Zoom 2-esben már remélhetőleg látszódni fog a térbeli hullámzódás. Ez a következő, ez egy pillanat. Ez a festés, ez kérlek szépen egy kis városnak, egy kis német városnak, Neuszorgnak a festése. Ez úgy néz ki, hogy fehér alapon függőleges színes vonalak, ilyen abszolút kitalált sorrendben, és kitalált vastagságban, tehát változó vastagságban is jelennek meg ezek a vonalak. Nyilván itt a Zoom 1-esben még egyformára tudtuk csinálni a vonalakat, viszont például a Zoom 2-esben már majd tudok majd trükközni a vonalak vastagságával. Ez is egy, azt gondolom, hogy egész jól néz ki, hogyha majd elkészül Zoom 2, Zoom 4-esben. Ez lehet, hogy már egy kicsit ismerős lehet számotokra, ez a kinézete a Tátra villamosoknak, de csalóka, fölül piros, középen fehér, alatta pedig zöld szín. Ez kérek szépen Lengyelország és Lublin városának a festése. Lublinban trolibuszok közlekednek, viszont ez a festés szín, illetve ez a festés összeállítás, ez azért került be ebbe a csomagba, vagy ebbe a verzióba, és ez lesz az egyik motiváló, én azt gondolom, ebben a csomagban, mert bizony ez a piros-fehér-zöld, ez sok-sok magyar fiktív projektbe adhat majd, én azt gondolom, lehetőséget, vagy nagyon sokan használni fogják, én azt gondolom, ezt a fajta festést a magyar fiktív város építői. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi. Úgyhogy ez lesz az egyik, ami hajtani fogja számomra ezt a projektet, mert én ezt nagyon szerettem volna, ezt a villamos bárhova berakni.
A következő, ez megint egy nagyon merész húzás volt részemről, ez egy másik német kisvárosnak a festése. Mindjárt megtalálom. Ezt most nem találom így hirtelen. Ez úgy néz ki, hogy sárga. Várja, lehet, hogy ő lesz a New York. Ő lesz a New York. Ez a fehér színes csíkok, ez Luxemburg. Tehát rosszul mondtam, megcseréltem. Tehát ez Luxemburgnak a tömegközlekedési társaságának a csomagja. Ő lesz a New York. Tehát fehér, sárga alapon, fekete... tehát sárga alapon, fekete vonalak, ilyen átlós vonalak. Egyre inkább elkezdenek sűrűsödni, még a végére a villamosnak a túlsó oldalán már az fog tűnni, hogy fekete alapon sárga átlós csíkok. Tehát kicsit úgy néz ki, hogy feketéből sárgába való átmenet, de csíkokon keresztül és átlós csíkokon keresztül. A következő festés New Yorki, kettő New Yorki festést kapott a csomag. Tehát megint Amerikába utazunk, és a New Yorki metró alapján vettem példaként. Ez az egyik, az úgynevezett Second Avenue festés. New Yorkban most jelen pillanatban a metró részéről egy nagyon komoly projekt zajlik jelen pillanatban. Konkrétan az egyik legforgalmasabb sugárutat, a második sugárút alá építenek metróvonalat. Ezt kb. Úgy képzeljétek el, mintha mi megépítenénk egy új 3-os metrót. Tehát olyan hosszúságról, még talán hosszabbról is beszélhetünk, mint egy 3-os metrónak a útvonala. Tehát tényleg ezt képzeljétek el, és már az első szakasz ugye már elkészült, sőt nem sokára elkészül egyébként a második szakasz is, és az első szakaszon már ilyen festésben két metrókocsi is közlekedik. Ez úgy néz ki, hogy sötétkék alap, a felső része azt hiszem citromsárga talán, de lehet, hogy fehér, most nem emlékszem, de lehet, hogy szürke, még azt sem tudom, és ami a nagyon fontos, és ami a nagyon különleges dolgot adta, és ez is motivál engem, hogy a kocsi oldalfalain különböző színekben körök, és kicsit úgy néznek ki, mint a New Yorki metróvonalaknak a emblémái, csak ide az van kiírva, második sugárút metróvonal, tehát Second Avenue Subway, tehát ezt írták ki ide, ezek a betűk szerepelnek a körökben. Van egy másik New Yorki festésünk, ez pedig az úgynevezett égszínkék festés, vagy New York City Blue, ahogy én neveztem el a projektemben. Ez úgy néz ki, hogy világos kék, ilyen égszínkék az alap, és egy fehér kör az ablak mentén, amelyeknek a szélei az ugye kör alakot kapnak. Tehát tulajdonképpen egy fektetett ovális körről beszélünk. Hirtelen nem jutott be jobban az eszem. És hogy ne legyen magyar mentes a projekt, bekerült még két szegedi villamoskocsi is. Emlékeztek, Szegeden volt egy nagy villamos felújítás, illetve tulajdonképpen villamos felújítási projekt, vagy átépítési projekt a városban, amelyek során felújításra került az összes villamosvonal, és ekkor épült meg az új kettes villamosvonalnak is a szárnya. És ennek során érkeztek ugye az új villamosok, a PESA villamosok, és itt volt egy szavazás a városlakók számára, hogy milyen festés legyen az új villamosokon, és négy fajta festés került a tervekbe. Bekerült a jelenlegi napfényszínű festés mellé, bekerült a régi szegedi közlekedési társaságnak a festése, tehát ez amit itt láthattok tulajdonképpen, ez a fajta festés. És bekerült még két további festés a szavazások közé, bekerült egy ilyen ökoszínű festés, ami úgy nézett ki, hogy zöld teljesen végig, de ez a libafos zöldtől a tetején lévő világos zöldig minden. De valami őszintén ez a libafos zöld, ez nekem sem tetszett nagyon. Nem éreztem abszolút a szegedi irányba.
éppen ezért nálam egy kicsit ez a szebb zölddel próbáltam ezt a fajta megoldást megoldani, és van egy másik festés, ami még szintén ott a szavazások közé került, és hogyha jól emlékszem az újságok alapján, ez nyerte meg végül is, de csak aztán a polgármester úr, vagy nem tudom, valaki felső vezetés részéről úgy döntött, hogy jobban néz ki a napfény színezés, mint amit végül is a nép megszavazott. Tehát ott is történt egy ilyen változás, és egyébként bevallom őszintén, hogy én nekem tetszik az új fa, nekem tetszik is ez a napfényféle kinézete a villamosnak. Tehát én magam részéről azt mondom, hogy jól is jött össze a döntés, még nekem egy kicsit fura lett volna, hogyha ebben a festésben látnám a villamosokat. Minden esetre ez a két festés is bekerült. Aztán majd meglátjuk, hogy ezt a zöld színű festést, ezt a szegedi zöldet, ezt hogy kik fogják majd használni. Ez a 10 darab villamos került be, vagy festés került be a második színes csomagba. Mindezeket azért csináltam meg, mert le akartam magamba rögzíteni, hogy milyen színezés, vagy hányfajta színezés kell még csinálnom. És emellett még már itt le van nekem rögzítve már a reklámfestési csomag is, tehát hogy milyen reklám, milyen társaságnak, milyen brendeknek, milyen cégeknek lesz majd reklámfestései a különböző villamosokban is, csak mivel az még abban sem készült el, hogy még a Tátra villamosokra fölöltsem, tehát azt még nem tudom nektek elmondani, viszont majd várhatóan majd következő adások körül ezt mindenképpen el szeretném nektek mondani. Ez tehát a második festéscsomag, most az fog következni részemről, hogy mind az első, mind a második festéscsomagot össze fogom állítani a Tátra villamosok tekintetében. Elsősorban inkább az első festéscsomaggal szeretnék haladni, hogy abból meglegyen a Zoom 2, Zoom 4 is. Tehát azt mindenképpen elkészítem a csuklósokat is. Amiknél ilyen csillagokat láttok, az azt jelenti, hogy még nincs meg teljesen. Tehát itt még kell változtatásokat csinálnom. És majd erről is fogok majd beszélni, amit majd itt fogtok látni ez. Tehát erről is majd szeretnék nektek majd egy külön beszélni, csak már lejárt az adás időnk. Úgyhogy majd a következő villamos festésben, vagy villamos abban az adásban, ahol a villamosokról fogok majd beszélni, ott majd mindenképpen erről fogok majd beszélni, és remélhetőleg addigra már egy Zoom 2-es nézetet fogok majd tudni varázsolni, meg tudok nektek majd egy olyan tesztpályát majd összerakni, ahol már ennél több villamost is be tudok rakni, tehát nem csak ennyit tudok várakoztatni, mert például egyébként most jelen pillanatban ugye nekem ezzel a tesztpályával annyi problémám van, hogy ezek az ICSI villamosok hogy fognak ide eljutni. Tehát túl kicsi lett a tesztpálya ahhoz képest, hogy mennyi villamos áll a rendelkezésemre, úgyhogy ezt még majd valahogy orvosolni kell. Viszont ebbe az adásba ennyi fért be, lehet, hogy kicsit homályosan fogalmaztam egy-két tekintetben, ezért ne haragudjatok, abszolút az interaktivitás és a improvizálás van nálam terítéken, és nem szeretem az ilyen előre megírt mondatokat, de lehet, hogy itt jobb lett volna. Mindegy, minden esetre ennyi volt mára. Jövő héten ismételten egy másik projektet fogunk mutatni nektek, lehet, hogy kicsit utazgatni fogunk, majd meglátjuk. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!